A Gaspel Café szimpla vendéget, Kapocs Attila, szervusz Attila. Szervusz Zsolt, köszöntöm a Gaspel Café nézőit. Örülünk, hogy befogadtatok minket itt a Balatonneten. Hol vagyunk most pontosan, mi ez a rendezvény? Nagy örömmel tettük. A Balatonnet egy keresztény felekezetközi találkozó, Balatonszemesen a Balaton partján. Minden korosztályt várunk. Jellemzően augusztus 20-a környékén van ez, és nagyszerű evangéliumi jellegű programokkal, bibliatanítással, gyerek- és ifjúsági programokkal, balatonparti vidám játékkal, koncertekkel, színházi előadással vár mindenkit. Ez a nagyszerű találkozó. A balatonnet.hu honlapon lehet bővebb információt tudni erről. Egy olyan furcsa szót olvastam, hogy könnyű szerkezetes találkozó. Mit jelent ez? Könnyű szerkezetes találkozó azt jelenti, hogy mi a programot adjuk, és ez ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és mindenki maga gondoskodik a szállásáról és étkezéséről úgy, ahogy az neki a leginkább megfelelő, vagy ahogy megengedheti magának. És a programot viszont adományokból állítjuk össze, helyszíni adakozást is van, illetve van, aki előzetesen támogatja ennek a programnak a megvalósulását. Milyen korosztályt vártok el a Balatonnetre? Gyakorlatilag a csecsemőtől a 100 évesig bárki jöhet, de a jellemző közönség azok családok gyerekekkel, vagy fiatal felnőttek, de a családosok száma nagyon magas. Milyen idős ez a rendezvény? 11 éves itt Magyarországon, de van egy anyakonferenciánk Észak-Angliában, ahol 142. éve van hasonló találkozó. Azt is tudom rólad, hogy nem voltál te mindig a Balatonnetnek a fő koordinátora. Mikor csöppentél te ebbe az egész Balatonnet ügybe? Hát 5 évvel ezelőtt kaptam a felkérést, és 4 éve vagyok a Balatonnet koordinátora. Előtte csak látogatóként vagy alkalmi segítőként vettem részt a Balatonneten, és akkor, amikor Varga György alapító koordinátor leköszönt, akkor, ahogy imádkozott, az úr engem juttatta eszébe, és akkor fölkért engem az Allianz elnöksége arra, hogy vállaljam el a koordinátori szolgáltat, és imádság után ezt elfogadtam. Hogyan változott meg, vagy miben változott meg a Balatonnet? Az alapkoncepció gyakorlatilag nem változott, finomítások történtek a Balatonnetnek a szervezettsége, illetve a megjelenése, annak az összeszedettsége változott, és minimálisan a koncepció is, de gyakorlatilag a Balatonnet lelkisége az érintetlen maradt, ami egy nagyszerű dolog. De hogyan találkoztál egyáltalán a kereszténységgel? Ez is izgat engem. Én egy olyan családban nőttem föl, ami még névlegesen se nagyon nevezhető kereszténynek, és csecsemőkoromban megkereszteltek, meg így ilyen automatikus konfirmációban is részesültem, de igazából az élet, Isten, a nagy kérdések azok 20-21 éves koromban kezdtek el foglalkoztatni. És akkor elmentem egy helyi keresztény közösségbe, ahol az ifi egy nagyon élő evangéliumi kis csoport volt, és ott szerettek, befogadtak, hallottam az evangéliumot, és arra fajta szomjúságra enyhülést találtam, és válaszokat találtam a kérdéseimre ott. Mit mondanál azoknak a 20 éveseknek, akik ilyen dolgon gondolkoznak, hogy Isten, valóság, létezés, igazság? Én azt mondom, hogy az én megtapasztalásom szerint Jézus az, aki be tudja tölteni az ember életét, és értelmessé tudja azt tenni. És hogyha őt követjük, akkor ő ad nekünk egy küldetést, amiben jó beállni, jó beigazodni, és jó Isten gyermekeként élni. Tehát én azt mondom, hogy ha ezen töprengenek, hogy merre tovább az életben, akkor azt mondom, hogy keressenek egy olyan keresztény közösséget, ahol az evangéliumot hirdetik, ahol szeretik egymást az emberek, és ahol egy jó közösségben értékek mentén tudják Istent megismerni, és aztán növekedni a hitükben. Azt is tudom rólad, hogy nagy álmok vannak a szívedben. Mik ezek a nagy álmok? Hát szeretném látni azt, hogy a Balatonnet tovább növekszik, mert azt gondolom, hogy jelenleg az 5 nap alatt kb. 1500 ember fordul meg nálunk, és az evangéliumi kereszténységet Magyarországon 2-300 ezer főre beesik, attól függően, hogy kit kérdezel, vagy milyen statisztikát. Tehát én azt gondolom, hogy van egy növekedési potenciálja még a találkozónak, és nagyon értékes és színvonalas az a program, ami itt zajlik, és hogy ezt többen is hallhatnák, hogyha szeretnének eljönni. A másik, hogy szeretnék az életemben látni egy ébredést, egy olyan ébredést, ami átformálja a társadalmat, amiről nem csak azt mondjuk, hogy új ébredés van, de nem látunk semmit, hanem hogy az van, és tényleg az van, és sokan megtérnek, sokan átformálódnak, és ahogy ők élnek, világosságként, kicsi mécsesekként az így beleragyog a társadalom sötétjébe. Mivel fogsz te ehhez hozzájárulni? Hát a Balatonnet az egyik talán, hogy szeretném, hogyha ez egy eszköz lehetne ebben a folyamatban.
A másik, ami nekem szívügyem, az a gyakorlati keresztény élet, hogy hogyan kell élnünk, a sáfárság, a gyakorlati életvezetés, a másik a fiúság, hogy kik vagyunk Krisztusban, és hogyha ezzel fel tudjuk vértezni a hívőket, és tudunk nekik egy olyan gyakorlatias missziói útmutatást is adni, hogy életszagúan, önazonosan tudjanak beszélni a hitükről, és ne valamiféle nyakatekert kényszeredett módon, akkor az evangéliumnak a jó illata az tényleg, ezt megérzik az emberek, és az vonzani fogja őket. Az OM-nek is egyik tagja vagy, mivel foglalkozik ez a szervezet? Az OM, az Operation Mobilization, egy nemzetközi és felekezetközi missziós szervezet, ami a világnak 130 országában, vagy 110 országában van jelen, 3000 munkatársa. Én vagyok a magyarországi szervezetnek a vezetője, egy olyan 15 munkatársunk van, és evangelizációval és tanítványozással foglalkozunk, mindig helyi gyülekezetekkel együtt, illetve külmisszióba küldünk fiatalokat, mozgósítjuk őket a világmisszióra, és van az OM-nek egy speciális missziós óceánjárójárójárója, de emellett még nagyon sok országban lehet különböző szolgálatokban részt venni önkéntesként, és ezt is próbáljuk elősegíteni, hogy minél több magyar a külmissziót megkóstolhassa, illetve hogyha ez a hosszú távú elhívás, akkor ebbe bele tudjon állni. Te jártál ezen az óceán hajón? Látogatóként egy-egy napra, igen. Nincs kedved egyszer elindulni, és azt mondod, hogy na most magam mögött hagyom az OM, meg a Balatonnet összes kínját, baját, és körüljek hát, a világon. Családos vagyok, és a gyerekeket elvileg tudnám vinni, de nehéz lenne azért őket kiszakítani. Illetve úgy érzem, hogy felelősségeim vannak, és amíg ezeket a felelősségeket megnyugtató módon nem tudom átadni másoknak, vagy Isten nem mondja azt, hogy itt a vége, és akkor ezt most add át, addig nem lehet csak úgy csapott papot ott hagyni. Ha három mondatban propagandát kéne csinálnod a Balatonnetnek, akkor mi lenne ez a három mondat? Hogyan csalogatnád ide az embereket, mivel? Egy rendkívül jó atmoszférájú találkozó, ahol Istennel lehet találkozni a hirdetett igén és a megélt közösségen keresztül, felekezetek között. Meg lehet látni a Krisztus testének az egységét és a szépségét. És egy vidámság és egy felüdülés testnek és léleknek a Balaton partján, ami tényleg színvonalasan és kulturált körülmények között tudunk megtenni. Talán ezek.